Számomra a Mikalef Mont Pearl illata hozza vissza a szerető, gondoskodó és hálás szívű édesanyát. Hiszen valljuk be, egy anyának a felnőtt gyereke mindig a kisfia vagy a kislánya marad. Hiszen ebben az illatban visszaköszön az anya-gyermek kapcsolat, ahol a megérett rózsa és a kicsi rózsabimbó akkordok kapcsolódnak egymással, a vaníliával, pézsmával és mandarinnal. Számomra egy anya illat olyan, mint a Plume Impressionnak a Duality Magnifique illata. Egy anya ösztöneibe szerintem el van rejtve ez a kettősség. A rózsa szimbolizálja szerintem az anyának a gondoskodó, finom, tapintatos oldalát, és az úd, a fűszeres úd, az pedig a határozott, szókimondó, és fontos megemlíteni, hogy csak a jó indulatból szigorú édesanya oldalát. Szerintem ebben az illatban ez a kettőség tökéletesen átjött, olyan, mint egy jó édesanyában. Számomra az anya illat Sarah Baker tartanya, hiszen ez egy komfortos, meleg, sőt már tüzes, ölelő, simogató illat a tőzeggel, a mohával és azzal a friss kenyérakkorddal. Ezt azoknak az anya karaktereknek ajánlom, akik sportosak, lazák, szeretik Skóciát, szeretnek utazni és szeretik a természetet. Ha egy gondoskodó anyához illő parfümöt kellene találnom, akkor én az Affinescence parfümház Base Notes kollekciójában keresgélnék, azon belül is a Santal Basmatira esne a választásom. Ez egy olyan illat, ami a legkevésbé sem tolakodó, viszont a háttérben végig ott érezzük a megnyugtató melegségét, illetve a biztonságot adó ölelését. Mama illatára mindig emlékezni fogunk. Akár tetszett, akár nem, visszaidézi a szép napokat. Francesca Bianchi Under My Skin illata, a tiszta elegancia. Púderes, rózsás, fényes. A gyönyörű jegyek visszahozzák az emlékeket, így anyák napján is. Számomra az anya illat az elegancia és a magabiztosság harmonikus egységét jelenti. A Feel and Feel Boudoir Belle parfümjei kifinomult egyensúlyban kínálják a virágos jegyeket és a pikáns aromákat. Azoknak, akik púderes illatjegyeken keresztül szeretnek meghódítani a világot.